Kíváncsi vagy, milyen gyakorlatokat kell végeznem egy 2 hónapja műtött lábbal? Akkor tarts velem és megmutatom. De mielőtt belevágnánk, Diego fiam szeretne nektek valami nagyon fontosat mondani. Kocseket megfigyelhetjük a délutáni szunya közepén. Hello, malac! Diego, gyere ide, Diego! Na lényeg, azt szeretném mondani, hogy ő nagyon szívesen megnézni ezen a videón a 333 lájkot. Elég az állatokból, csapjunk bele a tornába, mert itt sose épülök fel. Az elén az égvilágon semmi extra, a bal lábam talpon van, illetve a jobb, ugye a jobb a műtött, azt szépen folyamatosan kinyújtom és behajlítom, próbálom, hogy nagyjából a bal mellé menjen, nyilván még teljesen nem hajlik, de az a cél, hogy ugyanannyira fel tudjam hajlítani, mint a balt. Itt, mint látjátok, egy labdát teszek a sarkam alá, és úgy hajlítom be, hogy azt a labdát folyamatosan görgetem. Majd a térdem alá teszem a labdát, és folyamatosan próbálom a föld felé nyomni, viszont a labda ugye ellentart. Emelem a lábamat, és amikor felemeltem, akkor a lábfejemet magam felé feszítem, majd visszaengedem és ellazítom. Aztán megcsinálom terpezben ugyanezt a két gyakorlatot. Labdát kicsit félreteszem ezután, és csak terpezbe kielemelem oldalra, aztán pedig fel a levegőbe, és ezt egy jó párszor. Egy kis biciklizéssel folytatom, először a bal lábbal, úgyhogy így a jobb fel van húzva mellé, utána ugyanezt fordítva a jobb lábbal. Ismét visszatér a labda, a térdem közé helyezem és folyamatosan összenyomom. Majd ezt úgy, hogy összenyomom, és ott sok picit, ezzel jobban megterhelve. A labda majd arra ugyanígy összenyomva, és hol a bal, hol a jobb lábamat emelem fel nyújtva. Előkerül a szalag is, igazából látjátok, hogy itt a talpamon átteszem a szalagot, és úgy tolom ki a lábamat, hogy közben a két kezemmel fogom a szalag végét, ezzel ellenállást keltve. Ez csak egy kis laza, felváltva a hasam felé emelem a lábaimat. Ez egy kicsit megterhelőbb, itt emelve van az egész csípőm, vagy medencecsontom. Jobb lábam ugye így felhúzva, és közben a balt azt kitolom, majd a levegőbe kinyújtom, és ezt folyamatosan úgy, hogy emelve van a csípő. Szalaggal összekötöm a lábaimat, oldalra dőlök, és egy kicsit behajlítva a jobbot emelem fel. Ennél pont nem látszik, de lábujjhegyen vagyok, és a térdhajlataimat tolom felfelé, hogy teljesen kinyúljanak. A talpamon van ugye a szalag, a két tenyeremmel ugye rátenyerelek, és így tolom szépen hátrafelé és nyújtom ki. Vádli erősítést is csinálok, itt igazából semmi extra nincsen, csak ugye szépen vádliból tolom felfelé magam. Zárásként pedig óvatos guggoló feladatokat, itt figyelek arra, hogy a térdem nem menjen túl a lábfejemen. Az elején csak beleguggolok, utána a kis apró ismétléseket csinálok, majd pedig olyat is csinálok, hogy megtartom ott lent. És hát természetesen szobabiciklivel is szoktam veretni, sőt már egyszer rendes biciklivel is mentem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Azért már van változás szerencsére az előző részekhez képest. Találkozunk legközelebb, további szép napot, sziasztok!